közönség az Intim Torna Illegál egyik legújabb, az elfogadásról szóló Hibátlan című dala közben a zenekar szexárdi koncertjén. A szöveg alkalomhoz illő, a jótékonysági produkciót a speciális művészeti fesztiválra hozta el a 4 tagú zenekar. A többnapos őszművészeti fesztiválon 40 magyarországi szociális és oktatási intézmény, alapítvány és egyesület közel 800 fogyatékossággal érő részvevővel képviselteti magát. Céljuk a többségi társadalom tagjaihoz való közelítés és az integráció. Ezért nem kizárólag saját maguk által bemutatott produkciók és alkotások, de sokak által ismert sztárfellépők is helyet kapnak a programban annak érdekében, hogy a sérült és nem sérült résztvevők együtt szórakozhassanak. Az Intim Torna Illegál örömmel vállalta a megkeresést, és kíváncsian várta a speciális összetételű közönséget. Az első és legfontosabb dolog a fogadtatás. Hogyha jó a fogadtatás, akkor a koncert is mindig nagyon jó szokott lenni. Mi zenészek, nagyon lelki emberek vagyunk, és amit az első 15 percben kapunk egy helyszínen, azt így vissza is szoktuk adni, így megszorozva. És ez így tart körülbelül a koncert végig. De hogy hogyha rosszat kapunk, akkor azt is visszaadjuk. De remélem, hogy ma nem így lesz. Szóval eddig nagyon jól érezzük itt magunkat Szexárdon. Nyilván 60 perc alatt el fogjuk játszani azokat a dalokat, amit mindenki ismer. Alapvetően attól függetlenül, hogy jótékonysági koncertről van szó, teljes stáb kivonult, és semmit sem hagytunk otthon, úgyhogy a teljes fényparkot elhoztuk. Tehát amit a színpad elbír, azt most fel fogjuk pakolni, úgyhogy egy olyan koncertet fogunk adni, mint mondjuk egy nagy fesztiválom. És bizony sok ilyenen megfordulnak. Csak idén számtalan belföldi és határon túli állomás van mögöttük és előttük. Voltunk Gyergyóval faluban, ami ugye a Gyergyói völgyben fekszik, és még 5 másik falunak a, nem is a falu, hanem az már község, és a kettő közt nagy község van, 5 másik községnek a lakosai gyűltek össze. Ez elég nagy fesztiválnak számít, elég érdekes. Aztán voltunk Sopronban, ott a Soproni Zeneiskolában játszottunk egy komplett koncertet a főtéren, ez a Sopron zene a keretein belül, az is nagyon szép volt. Játszottunk a fővárosban, ott volt most a Ha iszol, soha ne vezess kampány részeként, adtunk egy hatalmas koncertet a Készjelenti Rendőrség zenekarával együtt. Ami egyébként egy világméretű kampánynak a magyarországi része, aminek mi vagyunk a képviselői. Hát ezen kívül még rengeteg helyen játszottunk, most voltunk Lébényben, megyünk Bágyokszovátra, aztán megyünk vissza Erdélybe, de megyünk Szlovákiába is. Úgyhogy, és az egyik legfontosabb pont az Balatonszárszó, mert ott lakom és ott fogunk játszani augusztus 9-én. És azt nagyon várom. Azt hihetnénk, ennyi koncert mellett már nincs is szükség gyakorlásra, de azért ez nem teljesen így van. Bár a közel 10 év alatt sokat fejlődtek a zenészek, mára erről szólnak a mindennapjaik. Hát amikor elkezdtünk zenélni, én napi 5-6 órát gyakoroltam minden nap, a Sanyik az 12-t gyakorolt. Még nagyobb megszállottja volt a gyakorlásnak, mint én. Az Ádám 6 éves korában kezdett el aktívan zenélni, tehát hogy már zeneiskolába jár, de 4 évesen már a kukán játszott, és dobverőket tört egymás után sorban. Úgyhogy számunkra ez egy ilyen életforma, úgyhogy már a gyakorlás is élvezetet ad, és ezt minden nap, ha minden nap gyakoroljuk magát a zenét, meg a zenehallgatás is már önmagában gyakorlásnak számít, mert tehát, hogy a mi fülünk már rá van arra, hogy úgy hallgassuk a zenét, mint egy zenész, tehát nem csak azt, hogy milyen jó, és milyen jó érzést ad, vagy hú, de, vagy hogy milyen érzelmi hatást kelt, hanem úgy is, hogy melyikben milyen vokálok vannak, milyen hangszerek, ki hogy zenél, ki hogy énekel, és akkor ez ilyen kicsit tartalmasabb egy ilyen zenehallgatás, aztán persze sokat gyakorolunk együtt is a próbateremben, hát most éppen koncertezünk hetente 4-szer, úgyhogy nincs szükség a gyakorlásra, itt már fölmegyünk a színpadra és azonnal játszunk. Egyébként koncert előtt 1/2 órában már elkezdünk énekelni meg vokalizálni itt bent. Az is érdekes, de oda nem szoktunk engedni senkit, mert az titok.
Tehát akár színpadon, akár a próbateremben, vagy csak otthon a zuhany alatt, de az énekestől megtudhattuk, az éneklés nagyon fontos. Kirepül az ébe, a világ tetejére, onnan kizuhannak, hogy se vele hallnak. Kirepül az ébe, a világ tetejére.